Azok a szülők, akiknek most 3 éves a gyermeke, tudják, hamarosan itt az óvoda választás ideje. Ez talán az első olyan elhatározás, amivel évekre meghatározzuk gyermekünk mindennapjait, hiszen ettől a döntéstől függ, milyen közösségbe kerül, milyenek azok az óvónők, dadák, akikre rábízzuk, illetve milyen szellemiségben foglalkoznak majd vele nap mint nap. A helyzetet tovább nehezíti, hogy halljuk a rádióban, olvassuk az interneten a megfelelő óvoda kiválasztásának szempontjait. Az ismerősök megosztják velünk tapasztalataikat a környékbeli intézményekről. Hallunk jót és rosszat, majd a rengeteg információ birtokában próbálunk a legjobb tudásunk szerint dönteni. Az idei évben a beiratkozásunk április 25 és 29-e között lesz. Minden nap egy-egy óvodának lesz a beiratkozása reggel 8 és délután 5 óra között, hogy mindenkinek legyen ideje eljönni. Első nap 25-én az Apraja Falva óvodába iratkozókat várjuk, utána a Gesztenyés kert óvoda, a Pittypang óvoda, a Zöld kert óvoda és a Sorta Selyem óvoda beiratkozásával zárjuk. Okmányokat kell hozni a szülőknek, a gyermeknek az anyakönyvi kivonatát, személyigazolványt, lakcímkártyát, tajkártyát, és a szülőnek is kell a személyigazolványa, valamint a lakcímkártyája hozzá. Az 5 intézményben összesen 430 férőhely van. Ugye amennyi gyermek elballag, azoknak a helyére tudunk fölvenni gyerekeket, illetve most nem voltunk teljes létszámmal, ezért várhatóan az idei évben 142 gyermeket tudunk majd fölvenni. Ez változó, ugye, hogy melyik telep helyre mennyit. Legkevesebbet az idén a Gesztenyés kert óvodába tudunk felvenni, mert onnan összvisz 10 gyermek ballag el, és így oda csak 10 gyermek tud érkezni majd a következő tanévben. Azt kell tudni, hogy elsőbséget élveznek azok a gyermekek, akik az idén január 1-e és augusztus 31-e között töltik be a 3. évletévüket, mert nekik szeptember 1-én kötelező megkezdeni az óvodát, és azt követően kerülnek majd be azok a gyermekek, akik szeptember 1-től töltik be a 3. életévüket. Az előző évekhez képest azt vettük észre, hogy általában azok a gyermekek kezdik meg a tanévben, akik ilyen márciusig betöltik a 3. életévüket. 2,5 évesen csak akkor tudjuk fogadni a gyermeket, hogyha mindenképpen szobatiszta, és hogyha van férőhely az óvodákban. Ugye, aki betölti a 3. életévét, annak mindenképpen meg kell kezdeni. A törvény nem tiltja, hogy szobatiszta vagy nem szobatiszta gyermeket nem vehetünk fel, de az ANTS-nek az előírásai alapján viszont kéne külön pelenkázó helységnek lenni, ami nincs. Ezért szoktuk azt mondani a szülőknek, hogy kérjük, hogy érjék el a szobatisztaságot, mert itt az óviban nem tudunk pelenkázni, tehát akkor itt az óvónénik, dadusnénik fókuszálnak arra, hogy minél előbb kialakuljon a szobatisztaság, és az ugye általában sokszori átöltöztetés kell, hogyha valakinél ez még nem alakult ki. Természetesen a szülőknek mielőtt beiratnák a gyerekeket, van lehetőségük feltérképezni a helyi óvodákat. Így nem lesz teljesen ismeretlen számukra az intézmény működése. Héten vannak a nyílt napok, hogy a szülők megismerhessék az óvodákat. Tegnap volt a Gesztenyés kert óvodába, a mai napon lesz a Zöld kert óvodába, szerdai napon a Pittypang óvoda várja majd a szülőket, piciket, hogy megismerjék az óvodát, aztán az Apraja falva óvoda és a végén a Selyem óvoda. Itt mindegyik óvodát meg tudják ismerni, kis vetítéssel készülnek az óvodákba, hogy megismerhessék, hogy milyen jeles napok vannak, milyen rendezvényeket szoktak tartani, milyen az élet az óvodába, és az óvonéniket is megismerik, dadusnéniket, illetve tudnak kérdezni a szülők a pedagógusoktól.